Szerinted hova vándor a lekapcsolás követően a majd félmilliós háztartás? Mi nem számolunk azzal, hogy az 500 ezer ember ez elvész, háztartás elvész. Azt gondoljuk, hogy ez a közönség az, akinek a mindennapi szórakozásának része a televízió. Tehát ők meg fogják találni. A nemzetközi példák egyébként azt mutatják, hogy a kikapcsolás a legnagyobb promóciója gyakorlatilag a digitális átállásnak. Nyilván lesz rengeteg kommunikáció a mi részünkről is, hogy az embereket tájékoztassuk arról, hogy két pillanatban az ide év során nem lesz televíziójuk. Ezek úgy gondolom, hogy a nagy részük a mindig tévénél fognak kikötni, hiszen az az a platform, amihez ingye jutnak hozzá, mint ahogy eddig is ingyen jutottak hozzá, illetve az nmh nak a tesztprojektje projektje is azt mutatták, hogy az emberek nagy része az ingyenes csomagra váltanak. Három csatorna helyett, hét csatornát fognak tudni nézni. Az, hogy nem váltanak majd fizetősbe, a későbbiek során az majd még az időkérdése. Mindezek fényében a tévés piacon konszolidációt, vagy további szereplők belépését várod? Ö, azt gondolom, hogy a két dolog indirekten függ össze. Az analóg kikapcsolás lehetővé teszi azt, hogy a két országos kereskedelmi csatorna terjesztési díjat kérjen. Ez benne van a média törvényben. Tehát az, hogy csatornák tűnjenek el, vagy csatornák konszolidáltan kevesebb kézbe összpontosuljanak, az annak lehet a következménye, hogyha a TV2, illetve az RTL Klub ugyanígy terjesztési díjat kezd el kérni, hiszen ezt a pénzösszeget, amit ki kell fizetni felénk a TV2-ért, az valamilyen módon meg kell takarítaniuk. Vagy meg kell takarítani, vagy rá kell terhelni a nézőkre. Nyilván versenyhelyzetben nehezen tudják rá terhelni a nézőkre, éppen ezért csak úgy tudják kitermelni, hogyha ha csatornák száma csökken. Nyilván ez azoknak a csatornáknak az eltűnését eredményezheti, amelyek a 100-110 csatornából, páneurópai európai szinten más országokból átszórva, csak szinkronnal futnak itt Magyarországon. Mennyire lehet követni a korcsoportok vásárlási, fogyasztási szokásait, és mennyire tudjátok érvényesíteni ezt a hirdetőkkel szemben? Ö, én azt gondolom, hogy két, két irány van. Az egyik az az, hogy... Ö, az, hogy 49 évnél megáll a célcsoport tervezés, ez egyre inkább hibás gondolkodásmód. Nyitni kellene, mint hogy nagyon sok más országban is nyitottak a hirdetők, illetve a televíziócsatornák csatornák fölfelé 59 év irányába. Tehát azt gondolom, hogy egyre több fizetők, vagy egyre nagyobb a fizetőképes kereslet 59 éves korig is. Ezek azok az emberek, akik nyilván itt a múltból adódóan sokat tévéznek, TV2 csatornát, illetve a TV2 csoportnak a csatornáit nézik, ők elérhetők lesznek televízión keresztül. Tehát az, hogyha hirdetők maradnak, és, és a televízió, a klasszikus értelemben televíziózásnál maradnak, akkor ezt a célközönséget, ezt a vásárlóközönséget elérhetik. A másik kérdés az a fiatalok felé való nyitás, őket hogy milyen módon lehet elérni. Azért nagyon sok műsornál beigazolódik az, hogy itt nem arról van szó, hogy ők nem néznek televíziót, meg kell találni, hogy mi az, amit szeretnek, mi az, amit szívesen néznek meg, melyek azok az időszakok, amikor ők televízióznak egyáltalán. És a TV2 csoport a kábelcsatornáit pont ezért indította, vagy úgy indította el, hogy akár ugyanazokkal a tartalmakkal, kicsit más formában, más időzítéssel találjuk meg őket, illetve nyilván ezért terjesztünk ki nagyon sok tartalmat más platformokra is, mint az internet tabletekre, alkalmazásokon keresztül, vagy közösségi média különböző platformjaira, és az látszik, hogy ezeket az embereket, ha megszólítjuk más csatornákon keresztül, akkor le lehet ültetni a tévé elé, megnézi a tévéműsort, és mellette párhuzamos fogyasztással gyakorlatilag hozzáfér egyéb kiegészítő exkluzív tartalmakhoz. A nézettségi adatok beigazolódni látszanak, hogy érdemes helyi gyártásba investálni a kábel csatornákon is. 3-4 os nézettségeket lehet velük elérni. Az a kérdésem, hogy hogyan függ össze a nézettség és a gyártásba fektetett pénzek nagysága? Nagyon komoly összefüggés van. Tehát mi saját magunk látjuk azt, hogy amikor indultunk a FEM3-mal és a Pro4-gel két, illetve három évvel ezelőtt, és gyakorlatilag Előre gyártott nemzetközi tartalmakat raktunk át oda, nagyon jó tartalmakat egyébként, nagyon lassan épült a csatornáknak a, a nézettsége, illetve a technikai lefedettsége is. Tavaly évben koncepciót váltottunk, a már két meglévő csatornánkon is megjelentek helyileg gyártott tartalmak, és a Super TV2 gyakorlatilag az egy nagyon nagy részben helyi gyártott tartalmakra épülő csatorna volt. Abszolút tudatos volt az a koncepció, hogy meglévő nagy márkákat terjesztünk ki, például Mokka, szupermokka, Tények, Tények hatkor. Koncepció volt az, hogy nagy, ismert, szórakoztató műsorok, mint a nagy duettet heti gyártásban, a Super TV 2 n indítunk el, hogy azzal is promóttáljuk a csatornát, és ösztönözzük az embereket, hogy annak ellenére, hogy megvan technikai lefedettségben, hiszen több mint 60%-ban ben vagyunk, találják meg a pillentyűzeten, a távirányítón, akár programozzák az első tíz közé, szokjanak oda a csatornára, és utána indultunk a halatortánnal napi gyártásban, és helyeztük át a bűnök és szerelmeket napi gyártásban, ami mind azt mutatja, hogy gyakorlatilag a ha naponta jelen tudunk lenni magyar gyártású exkluzív tartalommal, akkor a csatorna pillanatok alatt föl tud épülni 2-3 százalékra, és akkor ne is beszéljünk még a nagy duetnek a a, 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 hihetetlen sikeréről, amikor 10% fölött volt egy két és fél hónapos csatornának a nézettsége, ami gyakorlatilag felülír minden logikát, amit a múltban használtunk, historikus adatokat, hogy hova kell majd a csatornának egyszer megérkeznie. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó esettanományt tudtam produkálni, hála Istennek a Super tv és a többi kábel Hát akkor beszéljünk egy kicsit a pénzről. A portfólió bővítés piaci részesedést is hozott. Ez mit jelent tárbevételben. Kettős, kettős célunk volt a kábelcsatornák elindításával. Nyilván az egyik az az, hogy a reklámpiacon nagyobb részt tudjunk kiszakítani. Láttuk azt, hogy a, a televíziós reklámpiac sajnos évről évre csökkent. Valamilyen módon ebből több pénzt, ha kihasítunk, akkor nyilván nagyobb erővel bírunk. Ebben nagyon nagy szerepet játszottak a kábelcsatornáink. Az első negyedéves adatok szerint a TV2-n tartani tudtuk a, a, az árbevételünket és a kábelcsatornákon pedig meg, szinte megötszöröztük a bevételünket, amelynek köszönhetően az első negyedében a TV2 csoport bevétele az 6%-ot nőtt. És a másik nagyon fontos terület, nyilván ami miatt indítottuk még a kábelcsatornákat, hogy betegyük a lábunkat a disztribúciós piacra, ami egyre inkább felértékelődik. Mi saját számításaink szerint a tévéreklámpiacot 35 milliárdra becsüljük a tavalyi évben, a disztribúciós piacot 45 milliárdra, ahol gyakorlatilag nulla volt a piaci részesedésünk. Ott azért most, hogy három erős csatornával vagyunk jelen, hála Istennek nagyon komoly bevételeket tudtunk realizálni, így a teljes tv csoport összbevétel az első negyed 15%-ot nőtt, ami a tavaly nyáron indított investíciós stratégiánknak köszönhető, teljesen egyértelműen. Nagy sikere az Énekiskolája, ezek szerint lehet közszolgálati műsort készíteni a kereskedelmi csatornákon is. Nagy dilemma volt az Énekiskolájának az indítása. Tavaly, amikor úgy döntöttünk, hogy a TV2-t úgy próbáljuk pozícionálni, hogy szerethető, családbarát, értékorientált csatorna legyen, ami egyébként visszaköszönt a kutatásokból is, akkor kezdtünk gondolkodni azon, hogy hozt, hogy tudjuk ezt valamilyen módon a műsor kínálatban is visszaigazolni. Ennek mentén indult el a Voice, ami azt gondolom, hogy a sokkal kevésbé bulváros, inkább a hangról szóló történetével nagyon jól illeszkedett a TV2 imidzséhez, és sokat hozzá is járult egyébként az épüléséhez. Az énekiskolája iskolája az pedig még egy szinttel tovább lép. Én azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag ez már szinte kisbetűs közszolgálat, amit ott művelünk. Látszódik, hogy, hogy a a, a gyerekeknek a tehetségéről szól, ezért is mondjuk azt, hogy ez nem tehetségkutató, hiszen itt már megkeresett és megtalált gyerekeknek, gyerekeknek a, az életét és a fejlődését mutatjuk be. Nincsenek benne szavazatok, nincs benne dráma, osztályzatokról van szó, értékeljük a gyerekeket, azt mutatjuk meg, hogy hogy fejlődnek teljesen egyértelműen látszódik az, hogy igenis bulvár nélkül minőségi műsorral, értékekkel, valós értékekkel is lehet nagyon komoly nézettséget produkálni, hiszen az elmúlt két adás már 35%-os nézettséget hozott, ami, ami kimagasló a csatorna életében a legmagasabb nézettségű napokat produkáljuk ezzel. Elég komplett a stratégiai felépítése, tehát legalábbis így kívülállóként. Hogyan változott a műsoraitoknak a megítéltetése? Ö Tavaly évben az új csatornák indításának, az új investícióknak, helyi gyártású műsorokba való investálásnak közvetően, és nem utolsó sorban egy nagyon komoly image kommunikációnak köszönhetően, amit sikerült elérni az elmúlt évben, több kutatás igazolja azt, hogy a tv 2 és a TV2 csoportba tartozó csatornáknak a megítélése jelentősen javult. Ami a célunk volt, ahogy említettem, az, hogy értékorientált, differenciált legyen a csatorna, ez mind visszaigazolódik a, a kutatásokból. Nyilván komoly jelentősége van annak, hogy a múltban relatív kevés helyi gyártású műsor volt a csatornán, hiszen megszorítások mentén próbáltuk működtetni a, 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 az egész csatornát. Ugyanakkor most az újonnan indult csatorna, a rengeteg napi gyártás, gyakorlatilag 4-5 napi gyártású műsor indult el tavaly december óta, és indulnak folyamatosan. Ennek köszönhetően sikerült elérni azt, hogy másnak tartják a csatornát, differenciáltnak tartják, meg tudják különböztetni az összes többi csatornától, egyedinek és eredetinek tartják, ami azt gondolom, hogy márka értékek szempontjából most a legesleg fontosabb az életünkben. Nekem egy nagy dilemmám van az internetel kapcsolatban. Öt millió, több mint 5 millióan használják most már Magyarországon. Némi túlzással azt is mondhatom, hogy ez már egy tömeg média. Hogy álltok vele? Rengeteg látogatója van a tv2.hu-nak és a tv2 aloldalainak. 14-15 aloldalt működtetünk, ami a csatornáinkhoz, illetve a programjainkhoz kötődik. Naponta több mint 100 ezer egyedi látogatót tudunk felmutatni. Tehát azt gondolom, hogy a tartalom kiterjesztési stratégiánk fogyasztói szemmel nézve nagyon-nagyon jó. Üzleti szemmel nézve nehézkes, tekintetve arra, hogy azt a rengeteg értéket, amit ott termelünk, érték nyilván a hirdetőnek a kontaktusszám, nem nagyon tudjuk egyelőre pénzre váltani, de nem csak mi vagyunk így, tudom, hogy nemzetközileg nagyon sok tömegmédia online, online, jó? online kiterjesztésének az üzleti modelljével küzd, hiszen nálunk nincsenek klasszikus értelembe vett benner hirdetések, nálunk nem fizetett tartalmak vannak, nálunk egy köztes tartalom kiterjesztés van. Ami nagyon fontos ebben a tekintetben az az, hogy most értünk el arra a szintre, hogy mivel a terjesztési piacot terjesztük, a kábeloperátorok egyre fontosabbak számunkra, hiszen egyre több fizetős csatornánk van, nagyon komolyan oda kell figyelni arra, hogy mi az a tartalom, amit ingyen és akár párhuzamosan elérhetővé teszünk mert hogy ezekkel nagyon komolyan tudunk ártani a kábel operátoroknak. Éppen ezért nagyon szépen látszódik, ahogy a Megasztárnál végül is a tartalom kiterjesztés az arról szólt, hogy ugyanazt a tartalmat párhuzamosan a létező minden elérhető technológiai platformon elérhetővé tettük, míg a Voice-nál azt csináltuk, hogy ami elérhető párhuzamosan, az mind más és más exkluzív tartalom volt, ami nagyon szépen mutatta azt az irányt, amilyen irányba megyünk, hogy interneten igenis adunk, de inkább többletet adunk, inkább mást adunk, hogy a párhuzamos médiafogyasztást tudjuk erősíteni és a tévé előtt maradjanak az emberek, innen inkább több élményt kapjanak, több információt kapjanak, vagy összekössük őket interaktív módon, és a közösségi média adta lehetőségekkel kommunikáljanak azok a lojális nézők, akik szeretik a csatornát, vagy valamelyik műsorunkat.